Hello! Itt vagyok. Hello, sziasztok! A mai társam Nyugi nem Barbie lesz, csak Barbie tésztát fogunk készíteni, ami másképp céklakrémes tésztát jelent feta sajttal a tetején. Azért erre a receptre esett a választás, mert a TikTokon inkább egy ilyen színező anyagként volt csak feltüntetve a cékla, viszont nagyon fontos szerepet tölt be, például, hogy a tányér módszerben kipipálja a zöldségek alapanyagát. Hiszen zöldségféleképpen ugye a céklát használtuk, fehérje forrásként pedig a céklakrémbe kevert szkír, valamint a feta sajt. Kezdésképp a céklát fogjuk előkészíteni. Nagyon könnyű lesz vele a dolgunk, ugyanis csak levágjuk ugye a széleit, ezt követően becsomagoljuk alufóliába, betesszük majd sütőbe, és ott hagyjuk egy órán keresztül 200 fokon. Ennyi a történet. Nyugodtan előkészíthettek több céklát is, ugyanis a sült cékla nagyon sokoldalúan felhasználható. Mehet krémlevesekbe, szendvicskrémekbe, például humuszba is. Használjátok! Mi egy picit csaltunk, úgyhogy előkészítettük a céklát. Arra figyeljetek, hogy sütés után hagyjátok kihűlni, ezt követően nagyon könnyen tudjátok már eltávolítani a héjat, és innentől kezdve folytatjuk együtt. A céklakrémhez majd pürésíteni fogom a céklát a többi alapanyaggal, de hagyok egy kis darabot, körülbelül egy fél fej céklát, amit külön fogok majd akkor felkockázni, és majd így keverem még a krémhez. A tésztát a hagyományos módon fogjuk elkészíteni, ami jelen esetben tagliatelle tészta lesz, olaszos durum tészta. A durum tésztának az a jellegzetessége, hogy más keményítőt tartalmaz, mint a hagyományos száraz tészták. Ettől egy picit lassabb lesz a felszívódása, mit jelent ez a gyakorlatban, később éhezel meg. Visszakanyarodunk a céklához, úgyhogy elkészítjük a céklakrémet. Ehhez először fokhagymanyomóval rányomom a fokhagymát, citromlevet fogok még hozzáadni, illetve olívaolajat, ízesítem rozmaringgal és egy pici sóval. És együtt az egészet pürésítem. Mint mondtam már, a TikTok videóban igazából csak a színét adja a cékla, de látjátok, hogy ezekkel a fűszerekkel milyen jól ki fogjuk tudni emelni az ízét, illetve még lazítani fogjuk szkírrel, azért pont erre esett a választásom, mert ennek hasonló a szerkezete a joghurthoz, viszont magasabb a fehérje tartalma, úgyhogy tányérmódszer szerint ezt is emelni fogjuk benne, és mellette természetesen barbisabb lesz az egésznek a színe is. Ha nincs otthon szkír, nyugodtan helyettesíthetitek joghurttal, vagy kefirrel, vagy ha krémesebben szeretitek, akkor mascarponéval, vagy ha sósabban, sajtosan, akkor ricottával, ordával. Összeállításhoz először meg fogom pirítani egy kicsit a céklakockákat olívaolajon, majd ahhoz adom hozzá a tésztát, és a végén keverem össze a céklakrémmel. Mehet a tetejére a feta sajt, majd egy kis kakukkfű, meglocsolom egy kis olívaolajjal, és jó étvágyat kívánok! Próbáljátok ki a receptet, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és kövessetek minket mindenhol! Sziasztok!